Második alkalommal szerveztek a gimnáziumban infoestet a nyolcadikosoknak és szüleiknek. Tavaly azzal a céllal indították útjára ezt a programot, hogy a leendő gimnazisták betekintést nyerhessenek az iskola életébe, és hogy megmutassák, kint az egykori Evig épületében is mindent biztosítani tudnak a gyerekek számára. Egy sikeres éven már túl vannak itt az ideiglenes telephelyen, így a tanárok tapasztalataik alapján oszlathatták el a szülők félelmeit. Bemutatták az induló tagozatokat, és foglalkozásokkal várták az érdeklődőket. Aha. Nagyon szuper. Tehát látunk ott egy évet, és ezt Jákob lajtóriájának hívják. Ha még ügyesebben tudnám beállítani, akkor picit széthúzott végekkel, akkor kicsit fölforrósodik azért ennek hatására. A természettudományok iránt érdeklődők különböző fizikai és kémiai kísérleteket próbálhattak ki. A nyelvtagozatos pedagógusok egy körülírós játékkal készültek. Akik pedig a számok szerelmesei a Matektivity-ben próbálhatták ki magukat. Az informatika teremben a robotokkal ismerkedhettek, még a humán tagozat iránt érdeklődők az évkönyvekben nyerhettek betekintést. Tamarát és Annát például leginkább ez a foglalkozás kötötte le. Leginkább engem a humán érdekel, nagyon szeretem a magyar irodalmat, a szép irodalmat, nagyon érdekel, és az informatika is. Úgy tervezik, mind a ketten ide járnak majd jövő szeptembertől. Én a Szentkeresztből jöttem, és nagyon kiskori álmom, hogy a Kossuthba járhassak, úgyhogy nagyon vártam ezt az eseményt. Most még itt az egykori Evigben várták a jelentkezőket, és a felvételit is itt írják majd a diákok. Az évnyitót azonban már a Rákóczi úton tervezik az intézmény vezetői. Várhatóan már az idén átadják a felújított épületet, de a birtokba vételre még egy kicsit várni kell. Ha kimennek a kőművesek, ahogy lenni szokott, utána indulnak a hatósági bejárások, az összes közmű bekötése. Ez, ha mindenki jön, ez is több hónapig eltart. És amikor ezek lezárultak, akkor lesz működési engedélyünk. Tehát ott lesz a szép épület, de működési engedély később lesz. Ahogy az a kezünkben van, akkor lehet gyereket és felnőttet beengedni az épületbe. Reméljük minél gyorsabban, természetesen, de úgy tervezzük, hogy a következő tanévet nyitjuk ott. A most jelentkezők tehát már valószínűleg az új épületben kezdhetik meg gimnáziumi tanulmányaikat. Kérdéseikre most a tanároktól személyesen kaphattak választ, és megtapasztalhatták, milyen is gimnazistának lenni.